Tisza nagyfalu egyik legforgalmasabb utcájában most is dolgozik az aszfaltmaró. A teherautóba kerülő, darált aszfaltot később elszállítják, hogy aztán újra bedolgozható legyen. A felbontott sávot a napokban új aszfaltszőnyeggel állítják helyre. A településen az ivóvíz ellátás mennyiségi és nyomásbeli viszonyainak javítása érdekében kezdődtek építési munkák. Ennek idejére forgalomkorlátozást is bevezettek a több mint 300 méteres szakaszon. A teljes beruházás rakamazzal és tímára a közös fejlesztés. A Tisza nagyfalura eső rész beruházásnak az értéke a 170 millió forint, az összberuházás értéke, állami beruházásról beszélünk, 910 millió forint. Jelenleg kicserélték a 100-as csövet egy 150-esre, ami rakamazról érkezik vissza Nagyfaluba, és ezáltal nagyobb mennyiségű ivóvizet tud szolgáltatni a hírségvíz, mint szolgáltató. Tisza Nagyfaluban jelenleg nincs eladó ingatlan, a község teljesen benépesült. A folyamatosan növekvő lakosságszám miatt időszerű is volt ez a fejlesztés. A gyakorlati megvalósítás az ebben az évben kezdődött, a nyár folyamán, és ezen a héten meg is valósult Tisza Nagyfaluban. A többi településen még folyamatban vannak a munkálatok. Azért volt erre szükség, mert a ivóvíz hálózaton beérkező víz mennyisége már nem fedezte a Tisza Nagyfalu vízigényét, és ezért cserélték nagyobb méretű átmérői csőre. Tisza Nagyfalu önkormányzata saját erőből nem tud ehhez hasonló komfortjavító beruházásokat finanszírozni, ezért minden ilyen fejlesztésnél az állam segítségét kérik.